Kutővasút építését nagy lendülettel kezdték meg, amikor szovjet példanyomán Csillebércen az úttörő tábor alapjait lerakták. A fővárosi üzemek munkásai és a tanuló ifjúság több ezer órás úgynevezett önkéntes munkafelajánlással járult hozzá, hogy alig több mint három hónap alatt elkészüljön az első pályaszakasz, és megépüljenek az állomás épületek. Ezzel megteremtették az összeköttetést a fogaskerekű és az úttörő tábor között. Alig kezdték el az építést, amikor elhatározták, hogy három építési ütemben meghosszabbítják a vasút vonalát, a mostani végállomási Hűvösvölgyig. Ez a vasút is, mint annyi más, fontos politikai motívuma volt a frissen megalakult Magyar Dolgozók Pártja propagandájának. Gyermekek és felnőttek ezrei ünnepelték Európa harmadik gyermekvasútjának és gyermekköztársaságának felavatását. Az úttörő vasút a népi demokrácia és a három éves terv legszebb ajándéka a mi reménységeinknek, a mi gyermekeinknek, mondott a Gerő Ernő miniszter. Soha semmit nálunk még ilyen lelkesedéssel nem építettek. A 1989-ben véget ért az úttörő vasút története. A mozgalmat, amely szépen hangzó, de üres jelszavaival talmi értékek elérésére lelkesítette a gyerekeket, megszüntette a magára és a valóságra ismerő világ. Thank you.
Szabad a
kiárat, indulhat a vonat. Itt a gyermekek vigyáznak a felnőttekre. Tessék felszállni. És mikor kezdte az úttörővasút a szolgálatot? Hát egy csodálatos élmény volt, meghatározó volt nekünk az a négy év, 1960-tól 64-ig, nekem, de azt hiszem az akkori társaimnak is, megalapozta a becsületes hozzáállásunkat a későbbi tanuláshoz, és utána az életben a munkához.
Tancsik Rudolf vagyok, a Gyermekvasút baráti körnek az elnöke. Először azt hiszem azoknak kell köszönetet mondani, akik vállalták azt, hogy ezt a mai napot megszervezik. Köszönjük nekik. Másrészt pedig azt hiszem arról kéne szólnom, hogy látva a Gyermekvasút mostani helyzetét, igen nagy szükség lenne mindenkinek a segítségére. Jó lenne összefogni, van miért összefogni, szükség van a munkánkra. És én nagyon szeretném, ha az 50 éves évfordulót ennél sokkal jobb és szebb gyermekvasúton ünnepelhetnénk.